Az első magyar és az első európai, aki a világ legnagyobb hullámát meglovagolta. A miskolci sráccal már nem először találkoztunk Hawaii partjainál. Zoltán minden jel szerint beilleszkedett a luxusparadicsom életébe, bár úgy tűnik, ő az a fickó, aki a jéghátán is megélne. Az államkép, amiért ide jöttem, ami ide hozott, amit követtem, az megvalósult. Honolulu, Hawaii szíve, ahol mindig kék az ég, ezer ágra süt a nap, és nem utolsó sorban fúj a szél. A turisták paradicsoma éppen ezért a hullámszörfösök mennyországa is. Itt a legnagyobb hullámok országában él egy magyar fiú is, Fekete Zoli, azaz Kefe, aki 7 éve költözött a világ másik felére. A Fókusz 2 évvel ezelőtt látogatta meg először a miskolci fiút Hawaii egyik legmesésebb szigetén. Zoli akkor mesélt arról, miként hagyta hátra a múltját, családot, barátokat, hogy kövesse az álmait. Mivel, hogy windsurfös múltam van, és tudtam, hogy hol nagy hullámok Hawaii-on, úgy gondoltam, hogy bedobom magam a mély vízbe. Pizzafutárként kezdett dolgozni, hogy legyen miből kifizetni a méregdrága szörfdeszkákat. Este dolgozik, így napközben másra sem figyel, csak az óceánra, a szélre és a szörfre. Az extrém szörfösök ugyanis minden pillanatban az életükkel játszanak, hiszen kizárólag a több 10 méter magas hullámokat keresik. Zoli bárcsak kiköltözésekor kezdte ezt a sportot, azóta bajnokságokat nyert, és a világ leghíresebb szörfösei karolták föl, mint például a világbajnok Gerett McNamara. Először kételkedtünk benne, de miután láttuk szörfözni, akkor már tudtuk, hogy lesz belőle valaki. Ezért aztán haza sem jött 6 éven át, tavaly azonban meglepte a családját és hazalátogatott. Mi akkor is ott lehettünk vele. Köszönöm, hogy tartottam az élet. A Hawaii szigetcsoport legnagyobbika Oahu, a főváros szigete. Az északi parton éppen Zolihoz tartunk. Szia, üdvözöllek, Hawaii. Itt laksz ebben a házban? Ja, most költöztem ide. Ezt az apró kétszobás lakást az egyik barátjával osztja meg a 28 éves magyar fiú. De a lényeg, hogy a szörfdeszkáknak van hely. Zoli, vagy ahogy az itteni barátai ismerik, Tony, az elmúlt években sem pihent. Még mindig szállít ki pizzát, de nagy tervei vannak. Életmentő tanfolyamra jár és letette a szörfoktató vizsgát is. Na, elég a dumából, hogy gyerünk fel szörfezni. Akkor értettük meg, hogy miért is él ilyen távol a városi nyüzsgéstől Zoli. Körülbelül 3 perci autózás után ugyanis megérkezünk az óceánhoz. Bár sajnos most szélcsend van, bajnokunk mégis ugyanúgy élvezi az óceánt, ahogyan pár hónappal ezelőtt. Amikor is legnagyobb álma teljesült, az, ami ide Hawaii-ra is vezette. Az álmom az volt, hogy szörfözök a világ legveszélyesebb és a legnagyobb hullámján, a Johnson, ami Maui-n található, és megcsináltam. A hullámok ugyanis korán sem egyformák. A világon 8 óriás hullámtípus létezik. Az úgynevezett Charles, azaz ákapcsok éppen itt Hawaii-on. Ez az egyik legveszélyesebb, akár 40 méter magas hullám. Azért hívják így, mert akár egy cápa ákapcsa úgy zár össze a több ezer tonnás víztömeg a szörfösök feje fölött. Erre a hullámra egy jetski segítségével húzzák fel a hullámlovast, aki minden pillanatban az életével játszik. Egy apró hiba is az óceán maga alá temetheti. Zoli tavaly januárban lovagolhatta meg ezt a szédítően magas hullámot. Ezzel hivatalosan is bekerült a világ legjobb szörfösei közé, mint első európai és egyetlen magyar. Kevesebb, mint 40 ember szörfözött ezen a hullámon a világon. Ez a mutatvány is életveszélyes volt, de ahogyan azt egy ilyen őrült kalandortól elvárhatjuk, ezután sem kímélte magát. Tavaly több hónapra Alaszkába utazott és halásznak állt. 2 hétig hajót építettem, és azon a hajón mentem el halászni. Hát nagyon-nagyon kemény a munka, biztos, hogy nem fogom többet csinálni. Kibírtam, 4 hónap volt, 16-20 órát kell dolgozni, és olyan fájdalmaid lesznek a hideg víztől, hogy állandóan fúj a szél, hideg szél, esik az eső, hullámok vannak. A szörf mellett pedig azért jött Amerikába, hogy színész legyen. Kisebb sorozatokban már több éve játszik, nem sokára viszont egy világhírű megaprodukcióban, a Lostban láthatjuk majd. Most itt vagyunk a Kahuku kórházba,
ahol a Lost TV sorozatnak az egyik részét itt forgattuk. Két részben voltam benne. A Lostot egyébként teljes egészében itt Hawaiion forgatják, a fő helyszín ez a tengerpart. A városi jeleneteket viszont a sziget félreeső épületeiben veszik fel. Például ebben a kórházban, ahol Zolinak egy orvost kellett alakítania. Nem lehet bejönni, még fényképezni se lehetett nekem semmi, úgyhogy most egy olyan dolgot csinálom, hogy nem lehetne. De megcsináljuk. Itt egy fő jelenet, amikor a Matthew Fox jön erről az oldalról. Telefonon beszélni, úgy jót vele szembe, úgyhogy tiszta király. És ha ez mind nem lenne elég, még van néhány merész terv a miskolci srác tarsolyában. Legközelebb azt tervezi, hogy megmássza a Himaláját, aztán egyszerűen lesznowboardozik róla. Így hát biztos, hogy még találkozunk vele, ha máshol nem, jövőre a TV képernyőn, az elveszettek között.